25 csapat nevezett az idén. Női, férfi és vegyes kategóriában indultak a versenyzők. A kategóriák első három helyezettje részt vett a Sukorói Sárkányhajó Magyar Nagydíjon. Ez az országos roadshow rendezvény már évek óta megy, sportág népszerűsítő céllal indítottuk el. A Magyar Kajakkenu Szövetségnek három programja is van. Van egy iskolásoknak szóló, egy felnőtteknek szóló ez a roadshow, és van egy a profiknak szóló, ez pedig a Magyar Bajnokság. A Nagykanizsai Kajakkenu Klub a sportág népszerűsítésében az élvonalba tartozik, hiszen a kezdetektől részt vesznek a versenyek szervezésében. Nagykanizsán nagyon népszerű sportág. Korábban előfordult, hogy 100-on fölül volt az induló csapatok száma, illetve három úgymond a magyar vajdaki futamban résztvevő csapat is volt Nagykanizsán. Jelenleg is két olyan csapat készül Nagykanizsán, akik rendszeresen edzenek és magyar bajnoki futamokra járnak, tehát a bázis az vidéki viszonylatban, illetve országos viszonylatban is elég nagy. Barbalics László testnevelő tanár két első helyezést elért csapatban is evezett. Ez egy nagyon kellemes állapot, hogy nem tudok beszélni, mert egy olyan futam után vagyunk, amikor nyertünk, úgyhogy ez egy nagyon kellemes állapot a mondató. Aminek pedig köszönhető az, hogy lelkismeresen készültünk hetek óta, mind a fiatal diácsapatunkkal, mind pedig a felnőtt csapatunkkal, és ennek bejár a gyümölcse, hál' Istennek most ezen a napon. A kondíció megőrzése mellett a sportágnak közösségépítő szerepe is van. Az a jó, hogy összekovácsolja a csapatot, nagyon jó a hangulat, remek edzések, és nagyon jó bulikat szoktunk tartani. A tovább jutott csapatok szeptember 17-én Sukoron a Magyar Bajnokságon bizonyíthatnak legközelebb.